Herceg. Szalajan. Vasas indul be, és remek labdát kap. Meg is próbálja Rabócki. 10. perc a mérkőzésen. Az első hazai szöglet, Kis. És ott az első helyzet, és az első kapufa, még egy kísérlet, Orosz. Kétszer is gólt szerezhetett volna, nem volt szerencséje, Salamon. Rósa. Zavacki visszafejeli, Komódi. Szép a csel, ez pedig mellé. Bracskó. Herceg. Visszafele indul, igen nagy rösssel, aztán eladja a labdát, Tököli. Győri, tovább keveredett már közben a labda, Tököli indul megint, és kap egy remek labdát Komóditól, Tököli, 1-0 a Dunaújváros javára. Herceg visszafele indult, még a győri akciónál, aztán eladta a labdát, Komódihoz került az, aki egyből indította Tökölit, ő pedig a kifutó posza mellett az üres kapuba gurított. 33 perc után vezet a bajnok csapat. 56. perc, Kis szöglete, egy nagy szöglet, Nagy Tamás, szépen veszi le, a lövésbe belelépnek, visszagurítaná, még mindig jó, Orosz, kicsit sok a csel, Salamon mellé. 58. perc, hazai szabadrúgás, Kis, jól jön középre, óriási tvéd posza, Orosz volt ott. Tököli, Bognár mellett, Bognárnak nem jönnek össze ezek a dolgok, egy szerelés, a labda ott maradt, Tököli is, nincs 11-es, erős indul, Éger nagyon könnyedén, Nagy Tamás, Tököli még mindig elől, Zavacki, Nagy Tamás indul, remek labdát kap, jön középre, és most egy lövés Tökölitől, aztán Nagy Tamás emeli vissza. Nikolov. Micsenkó. Bajusz kíséri. Ennek annyira nem örült Micsenkó, minden esetre most egy veszélyesebb akció. Rósa. Jól teszi középre, Orosz. Talán ha egyből csinálja, Zavacki mellé. Gólt kiáltottak a nézők, de hát csak a kapu mögötti háló rezdült. Baumgartnell rosszul vette át, Orosz. Ketten is indulnak, Tököli, középen Nagy Tamás. Eljut hozzá a labda, nagy helyzet, Nagy Tamás még mindig. És kihagyja ezt a hihetetlen helyzetet. Bajusz rúgta ki a labdát. Azért ezt könnyedén be lehetett volna lőni. Ferenci, erős, háta mögé kapta, Ferencinek ez jó, elengedi, Mracskó lőhet, Rabócki, Orosz, Tököli, nagy fut, Micsenkó középen, Tököli még mindig, Zavackihoz emel, Zavacki fejjel, posza! Zavacki, Tököli, Micsenkó, Tököli felé vissza. Még mindig ott van, Vasas vétettel és Bajusz. Tököli, középre teszi, Nagy Tamás fejjel, posza! Pedig még Bognár is belefejelt. Rabócki, Tököli felé. Bognár. Bájer, ez nagy helyzet. Kapufa! Hihetetlen szerencséje volt most a Dunaújvárosnak. Bognár remek labdát adott Weyernek, aki tökéletesen vette át, de a kapufát találta el. Rósa megszelidíti, aztán cselez, majd indít, nagy felé, Bracskó fejeli el, de Nyicsenkóhoz. Tököli, nagy, még egy csel, egy lövés, posza! Szép ez a hajda, hogy jutott eszetekbe? Hát piros a mezünk, és ennek piros-fehér, így jutott eszünkbe ez a vörös haj. Végülis vörös, nem piros, de hát ez nem gond. Mikor festettétek be? Meccs előtt.
De lemossátok? Persze, ez lemosható, úgyhogy meccs után lemossuk. Elmegyünk egy bulizni, és utána lemossuk. Volt valamilyen jelentőség ennek a mérkőzésnek még? Persze, hát az, hogy megőrizzük a veretlenségünket, ami már Európa szerte híres, és hát ez nem túl jó játékos, de sikerült. Meddig lehet ezt folytatni? Tehát a bajnokságban még hány meccset lehet kibírni? Nem csak idén, hát jövőre is lehet folytatni a sorozatot. Hát nyilván azért minden sorozat előbb-utóbb megszakad, de hát azt reméljük, hogy már idén ez nem fog megszakadni. Hogy lehet koncentrálni egy ilyen mérkőzésen, amikor már tudjátok, hogy bajnokok vagytok? Mindenképpen szerettünk volna még pénzt keresni, és van ez a sorozatunk, ami hál' Istennek nem szakadt meg, ezt is szeretném minél tovább vinni. Megmondom őszintén, nagyon nehéz volt, mert borzasztó meleg is van. Győr is egy masszív védekező játékból próbált kontrázni, és igazából hiányzott ma a frissesség a játékunkból. Ez a csapat, hát ha lehet azt mondani, akkor a csatárairól lett híres, nem rólad. Fáj ez neked? Egyáltalán nem fáj. Én úgy gondolom, hogy a kapus kollégákat ilyen szempontból meg kell védenem, mert hihetetlenül nehéz ilyen csapat, ilyen jó csapatba védeni. De hát azt hiszem, hogy itt a csapat siker az elsődleges, úgyhogy engem ez egyáltalán nem zavar, hogy a csatárurak vannak reflektorfényben. Én próbálom hiba nélkül lehetőleg megoldani a feladatomat, és hát úgy érzem, hogy ez is kell a sikerhez. Át fogsz tudni állni a BL mérkőzésekre, remélhetőleg sok lesz belőle, arra, hogy ott azért nem egy-kettő lövés fog kapura menni. Így van. Nagyon várom, megmondom őszintén, nagy megmérettetés lesz mind a csapatnak, mind nekem. És hát pontosan azért, mert viszonylag kevés dolgom van itt a hazai meccseken, abszolút föl vagyok készülve, és úgy készülök, hogy sok dolgom lesz, és hát remélem ezt is megoldom, meg fogom oldani. Nem feltételezem, hogy nem ismeri a számokat, de meddig tud számolni? Hát 1-0-ra nyertünk, és ez 3 pontot jelentett számunkra. Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy a veretlenségi sorozatot azt lassan nehéz lesz fejben tartani. Hát én úgy tudom, hogy 30. ez a 30. mérkőzés, amikor nem kaptunk.